Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Megbízhatsz benne? Igen vagy sem? Megnézzük ennél a jóslásnál gyertya mágiával. Ezúttal az aranyszínű gyertyával dolgozunk, hiszen az arany a napfénnyel áll összefüggésben, és a nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit. Tehát, ha vannak nála titkok, vagy becsapott téged, akkor az arany, vagy a nap energiája megvilágítja ezeket a dolgokat, ezért választottam ennél a gyertya mágiánál, ebben a témában az arany színű gyertyát. Az arany jelenti a nyereményeket, vagy a vonzalmat kettőtök között, azon kívül a kisugárzást, a magabiztos fellépésedet is. A videó végén átküldöm a gyertya mágiának az energiáját. Itt bal oldalon a kártyák utalnak a lelki társadra, vagy a férfiakra. És itt jobb oldalon ezek a kártyák rád utalnak, ha te egy hölgy vagy. És mi a helyzet? Mi az üzenet a madárkáktól? Ez az én saját kártyacsomagom. Itt ez a madár jelenti a fátyolt. Valami nála átláthatatlan. Azt is jelentheti ez a fátyol, hogy nem beszél nyitottan az érzelmekről vagy a tervekről, ezért minden olyan átláthatatlannak tűnik számodra. A másik madár itt van a te oldalon, és az jelenti azt, hogy mennyire fontos most az intuíciód, hallgass a belső hangodra. Visszatérve az ő kártyáira. Itt ezen a képen láthatóak a kelyhek. Ez utal a víz elemére, ugyanúgy, mint itt. És a víz eleme az jelenti az érzelmeket. Itt is érzelmekről van szó, hiszen megjelennek a kelyhek, itt is érzelmekről van szó, mert itt is láthatóak a kelyhek. Itt a 9-es szám, és ez a szekrény, hiszen a poharak vagy a kelyhek itt be vannak zárva, utalnak a korlátozásokra. Az lehet, hogy vannak nála félelmek vagy bizonytalanságok, és ezzel ő korlátozza saját magát, hiszen nem meri kimondani azt, amit érez. Holott a háttérben megvan itt ez a két kehely, ami rád és ő rá utal a ti párkapcsolatotokra és az érzelmekre. Sőt, itt is megjelenik a 2-es szám, ami a párkapcsolatot jelenti, téged és őt. Persze, ez lehet egy szerződés is, különösen ennél a kártyánál, hiszen itt megjelennek az érmék, és azok jelentik az anyagiakat, a munkát, a hivatást is, de jelenti a belső értékeket is. Te értékes vagy számára. Azon kívül itt érzelmekről van szó, a víz eleméről. És itt a föld eleméről, ami azt jelenti, hogy itt reális dolgok lesznek, itt vannak vágyak, elképzelések, álmodozások, de ő azt élni szeretné, hiszen meg akarja valósítani a terveit. De mire vár? Miért olyan várakozó? Itt láthatóak a lehetőségek, hiszen kinyílik itt egy kapu számotokra. De mégis vannak még félelmek, bizonytalanságok, hiszen fél attól, hogy elveszít téged. Itt van több irány, hol itt van, hol ott van, sok dolgon szeretne változtatni a munkáját illetően, az anyagiakat illetően,
és kell számára a biztonság érzete a párkapcsolatotokat illetően is. De itt valaki beleavatkozik a dolgokba, és a kerítés jelenti a korlátozásokat, ugyanúgy, mint itt a 9-es szám. És miért ilyen visszahúzódó, miért van itt ez a fátyol? Mert várakozik. Várakozik, hogy te itt, mint egy királynő fellépj, és itt az érmék jelentik a belső értékeket, vár arra, hogy te dicsért őt, vagy mondd ki azt, hogy ő értékes számodra, akkor elmúlik ez a fátyol, kimondja bátran majd azt, amit tervez, és beszél érzelmekről. De amíg ő bizonytalan, addig ő még visszahúzódó. És most megnézzük a te kártyáidat. Itt láthatóak az érmék. Ez jelentheti az anyagiakat, a munkádat, a hivatásodat. Itt lesz egy ajánlat, egy új kezdet, előre mennek a dolgok. Vagy egy férfi közeledik hozzád, és segít neked a munkádat illetően. De az érmék jelentik a belső értékeket is, és a párkapcsolatban lesz itt egy új kezdet, ő majd közeledni fog hozzád, légy még kicsit türelmes, és kimondja azt, hogy mit akar. Átteszi magát a félelmeken, a bizonytalanságokon. Itt ez az uralkodó jelentheti azt, hogy te uralkodsz a helyzet felett. De azt is jelentheti, hogy valaki megpróbál uralkodni rajta, vagy rajtad, mert parancsolgat. Itt meg lesz nálad a bátorság, hiszen kezedbe veszed a dolgokat, véded magadat, és lesz egy új irány, egy új kezdet. Nem csak a munkát illetően lehet ez az új kezdet, hanem a párkapcsolatot illetően is. Itt láthatóak ezek a megújulások. Itt kétszer megjelenik a főpapnő, az lehet egy spirituális terület, hogy itt lesz egy új kezdet, és akkor a hivatásról, anyagiakról van szó. Ami kettőtöket illet, ezt a szerelmet, akkor itt a főpapnő azt mutatja, hogy minden úgy fog alakulni, ahogy a sorsok könyvében ez meg van írva. Ő várakozik ugyan arra, hogy te kimondd ezt az elismerést, és dicsérd őt, ha gondolod, hogy ez előnyös, vagy szeretnéd ezt kimutatni, akkor tedd meg. Ha úgy érzed, hogy neki kell közeledni hozzád, akkor várakozz még egy kicsit. Itt látható ennél a mozgásnál, hogy igen, ő jönni fog. És most átküldöm az arany gyertyának az energiáját. Ez kihat az anyagiakra, itt lehet nyereség, vagy arra, hogy meg lesz a vonzalom kettőtök között, ő kimondja azt, hogy mennyire értékes vagy számára. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!